Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Dumáljuk meg, a Zemplén Televízió ifjúsági magazin műsora. Ma ismét kiléptünk a tanterem négy fala közül, mert hogy Mikóházán vagyunk egy családi gazdaságban, és a fiatalokkal majd azt tapasztaljuk meg, hogy milyen is a kétkezi munka. Na, mit gondoltok, mi vár rátok? Először is alkalomhoz illő öltözetben jöttünk-e? Mit gondoltok? Kicsit sár van. Hát szerintem egy kicsit városiasan öltöztünk fel. Pedig többször megbeszéltük, hogy itt aztán gumicsizma. Nem igazán ez a tanyosi életmód, ahogy mi felöltöztünk szerintem, de én nagyon izgatottan várom, hogy milyen feladatokat fogunk megoldani. Cica! Hogy hagyjad már, hogy csináljam meg a szőre. Milyen munkákat csinálnatok szívesen? Bármit, amilyen. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy tapasztaljuk meg, hogy milyen egy falusi élet, egy gazdaságban vagy egy tanyán dolgozni. Tehát most, ha ez azt foglalja magába, hogy trágyát kell hordanunk, akkor hordjunk trágyát, hálatokat kell etetni, vagy tehenet fejni, akkor csináljuk azt. Na most még ezt mondják, aztán meglátjuk, hogy ez hogyan valósul meg. Tartsanak velünk! Egy kis birtok, nagy boldogság, itt nincs se gond, se gondogság, itt nem kell más, csak egy strózsák, és alhat, mint a tej. A gazda itt, a gazda tiszt, és nem probléma egy kis liszt, mert még egy dalban is van liszt, Ferencnek egy kis hely. Minden délben, minden este hús az asztalon, s minden, ami finom, ami jó. Ritka búza, ritka álfa, ritka alkalom, ha egy ilyen birtok eladó. Egy kis birtok, nagy boldogság, itt nincs se gond, se gondogság, elképesztő az olcsóság, hát búsuljon a ló. Megérkeztünk ide pontosan hozzád, Rudi Miklós Rudolfnak a gazdaságán, a családi gazdaságán vagyunk, ahogyan azt említettem a kedves nézőknek. Milyen feladatokat szánsz a fiataloknak? Hát ugye az időjárásnak megfelelő és az öltözetnek megfelelően. Ne kiméld őket! Nem leszek túl kiméletes. A tanyát most azért hanyagoljuk, mert körülbelül 40-50 cm vastagságban áll a sár, tehát én gumicsizmával is nagyon-nagyon nehezen, szinte csak traktorral végezhető a munka, úgyhogy ezért próbáljuk itt az épülő istáló körül ugye a tehenünket megfeljük, illetve egy kicsit rendet rakunk, és ha még belefér az időnkben, az ősszel kint hagyott villanypásztorkarókat szedjük össze a réten, ez lesz a mai napnak a történése. És hogy aztán ugye itt a kétkezi munka, azt hiszem ez az egyik ilyen legfontosabb. Ismérve a mai napnak, és ehhez hogy viszonyul a mai fiatalság, és ugye ahogy itt már említettem egyszer nektek, a Bányász Józsi barátomnak az egyik gondolatát, aki ugye Ökokaritas igazgatója ként, illetve azt az életet, ezt a menedzseri életet otthagyva, választotta a paraszti életet, és azt mondta, hogy ma parasztnak lenni értelmiségi feladat, és majd erről beszélünk, hogy miért is. Akkor először tapasztalás, és utána pedig megdumáljuk, hogy hogyan is éreztétek magatokat. Azt mondtad nekem, Rudi, hogy a sár az egyik legnagyobb ellenség, és sok ember azért óckodik talán ettől a munkától, mert hogy a sárral azért nagyon gyakran szembe kell nézni, és most pont ez lesz. Igen, ugye a gazdálkodásnak, az állattartásnak ugye mindig az emberek szemében van egy ilyen, vagy fejében van egy ilyen romantikus kép erről, hogy a gyönyörű kis szőrös állatok legelgetnek, simogatjuk őket. De az állattenyésztésnek, illetve a mezőgazdaságnak ez az egyik ilyen legküzdelmesebb időszaka. Ez a sáros, hideg időszak, és ez nagyon-nagyon sok embert visszaretten. Tehát most nem a szép oldalát fogjuk látni, hanem a küzdelmes oldalát. Tehát ez, amikor gyönyörű képeket látunk a televízióban arról, hogy milyen is a vidéki élet, itt aztán majd a sűrűjében valóban meg tudjuk ezt tapasztalni. Hát akkor munkára fel. Vágjunk is paraszt. Otthon nálunk a faluban, mostanában van egy csuda slágerdal. Helye, huja, haj! A kis bíró kidobolta, hogy mindenki ezt tanulja. Egy, kettő, kukorica, cső! Megfogom. Jobb kéz, bal kéz, és ugye ezzel a mozdulattal a vödörben elkezdem belefejni. No, tessék, jól van. Ez már nem is jön. Tehát ezen úgy kell gondolkozni, hogy amennyit ma
De hogy kell? Amennyit van meg tudsz felni, annyit tudsz megenni. Tehát... Akkor ma éhen maradunk. Nem megy rád? Nem. Szerintem addig, amúgy egyikünknek se fog. Új. Nem is tudok most. Megfogom így. Igen. Ezzel a két ujjammal elszorítom. Ezzel a hárommal kinyomom. Jó? Ezt a mozdulatot kell utánozni. Várjál, kinyissam a csapot? Aha. Jó, ezen ki van nyitva. Hogy? Na. Ne nevessetek mindenki. De nem erősen nyomom? Ez az. Nem fog neki fájni? Bőg a fehér, mert nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő. Rí, nagy csibe, de nem megy a fejébe, hogy a tojásból ide, hogy kerülhetett ő. Kárga tövé, ha felhangzik a melódia, sír a ruca, mert van neki egy paródia. Bőg a tehén, de nincs kalap a fején, és napszúrás kap szegény, ha meleg az idő. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igazából örülök, hogy megtapasztalhatom ezt a tanyasi életet és ezt a munkát. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttünk, és mindenki együtt van. Száraz tónak nedves partja, vajon a kukorutja, ideál csak a jobb lesz, mint a tögröd még a kutya, és ha megnéztük a híreket, majd csőre tört a partja. Szeretett én a tanyád, itt kint mindig minden más lesz. Szeretett én a tanyád, és a társaság egy nap attól még rátesz. Szeretett én a tanyád, itt kint mindig minden más lesz. Szeretett én a tanyád, és a társaság egy nap attól még rátesz. Hát nekem nagyon fáj már a lábam, már lefagyott teljesen. A kezem is nem, és már idegileg ki vagyok, nem vagyok jól már. Hasi görcseim vannak, rendesen nem látok. A vérnyomásom 170 per. Nem tudom mennyi. Szédülök, cukrom 200. Gyertek. Ja. Most még tovább folytatni kell a munkát, sajnos. Igen. Érkezésünk óta látom, boldog mindenki, mosoly után, eddig sem bírtam ki. Olyan jó ez, olyan szép, hallhatom a pajta mögött, búgnak a csőrikék. Ahogy szól a nóta, öröm minden óra, ma végre tényleg felülünk a legmadabb lóra. Izgalom nélkül nincs buli, igaz, hogy ritmus a headbangel a buli. Ez elmond csak mindent a napunkról, de tegnap még most letettünk a kapunkról. Most meg tiszta a levegő, a jó bor kábít, és hamarosan itt már semmi sem számít. Semmi sem számít. Szeretett én a tanyád, itt kint mindig minden más lesz. Szeretett én a tanyád. Nagyon fárasztó az a tanyás életmód, de mindent megteszünk azért, hogy kimagaslóan elvégezzük ezt a feladatot. A munka felénél tartunk, vagy háromnegyed részénél tartunk, és egy kicsit megpihenünk. Értékeljük, hogy dolgoztak a fiatalok eddig? Hát lelkesen, ugye ezt így hozzá kell tenni az eddig látottakhoz. Ha nem is annak megfelelően öltözve, de az látszik, hogy azért eddig úgy helytállt a bakancs, remélem senki nem ázott még teljesen át. Igazából ez egy olyan típusú munka volt, ez a kis fa adogatás, ami sok kezet igényel, nem túl nagy szaktudást, és hát bizony ez is az, ami hozzájárul ugye a mindennapokhoz. Tehát mi ugye a saját tüzelőnket magunk vágjuk, termeljük, hasogatjuk, behordjuk, és hát ugye a gazdaságban igyekszünk ugye arra összpontosítani, ami ma az egyik ilyen talán legfontosabb, hogy azt az önrendelkezési jogunkat, ami alapvető az élethez, az élelmiszer önrendelkezési jogunkat a saját kezünkbe vegyük. És ez csak egy apró szegmense volt itt, amivel a srácok találkoztak. Egy gazdaságban nincs olyan, hogy vége van a munkának. Olyan van, hogy letesszük a szerszámot és befejezzük. Tehát soha véget nem szakadó. De nem kell, hogy az emberben egy olyan késztetés legyen. Ez nagyon nehéz, hogy olyan elégedetlen legyen a munkájával. Azt a kicsit, amivel mozdítunk a dolgokon, azt is meg kell becsülni. Tehát ez egy ilyen
dolog. Pedig gondoljátok el, hogy most csak belepillantunk, tehát hogy azért ez egy életforma. Most itt pár órát töltünk csak, de aztán itt nincs ünnepnap, igaz? Tehát, hogy nincs karácsony, nincs új év az állatnak. Ennie kell, meg kell fejni reggel este. Igen, ugye amit mondtam a gyerekeknek itt útközben, hogy a jószágnak az ember az istene. Tehát ahogy mi foglalkozunk, ahogy gondolunk rájuk, ők annak a komfortnak megfelelően tudják érezni magukat. És ugye a sár, a hideg az nem feltétlenül kellemetlen az állatoknak, hogyha az ember odafigyel rájuk, megeteti, megitatja, száraz fekhelyet biztosít nekik, akkor ők azért tudnak boldogok lenni. Van egy kedves régi jó ismerősünk, ő azt mondta egyébként, hogy mi a varjak nemzedéke vagyunk. Ahhoz, hogy a solymok szállhassanak, ahhoz a varjaknak meg kell építeni a fészket. Tehát, hogyha mi nem tesszük le azokat az alapokat, amit egyébként az előttünk lévő nemzedékek valamilyen módon felszámoltak, akkor nem tudunk visszatérni ahhoz, amit a Jóisten kijelölt számunkra. Húskomor a liba, mert nála az a hiba, ha esik az eső, hát nincs kalocsnia. Bánatos a kacsa, mert alacsony a hasa, és nem lehet oly fes, mint egy török hasa. Kalocsniba rakjuk hát a liba lábát, s megesszük a kacsa legjobb falatkáját. Húskomor a liba, mert nála az a hiba, ha esik az eső, hát nincs kalocsnia. Tehát végre egy kicsit itt meghúzott a talaj, de ugye fel kell ezt raknunk egy csatornát a mögöttünk lévő istállóra, és egy kicsit azt a trágyát, amit egyszerűen ugye az elmúlt időszakban nem lehetett onnan kihordani, azt megpróbáljuk egy kicsit odébb mozdítani. Hát ez megint egy ilyen része az állattartásnak, ugye az állatnak a trágyát ezt kezelni kell, és pakolni kell, és állandóan talicskázzuk jobbról-balra, ami egyébként meg egy nagyon értékes anyag, mert régen ugye a falusi ember azt mondta, hogy csak annyi földet dolgozott meg, amennyiben vissza tudta pótolni azt a hasznos anyagot, amit kivett belőle. Na ez ma már nem egészen így van. Úgyhogy ez egy érték, amivel dolgozunk. Akkor most trágyát hordunk. Milán, készen állsz? Egy kis kíváncsi kacsa, egy este nem ment haza. Elvitte őt egy kis liba, a hangliba, és ebből lett a nagy tragédia. Becsípett jól a kacsa, hajnalba ment csak haza. Ebédre aznap megfőzték a kis kacsát, kilátott már ilyen tragédiát. Na, a többiek dolgoznak, Anikó meg Milán éppen hordja a trágyát, kicsit kiszakítalak a munkából, jó? Foglald össze az eddigi tapasztalataidat, hogy érzed magad, mennyire vagy fáradt, mennyire fázik a lábad, ugye sárosak vagyunk mindannyian, hogy tetszett eddig a munka? Nekem nagyon tetszett, igazából én egyáltalán nem fázok, nem is vagyok fáradt, a lábam se fázik, kicsit sáros, de igazából ki lehet mosni, és igazából a tapasztalataim azok, hogy ez egy ilyen elmondhatatlan érzés, hogy így a város életből kiszakadunk, és eljövünk egy tanyára, ahol dolgozunk, és megtapasztaljuk azt, amit más igazából egész életéből csinál. És ez nagyon jó érzés, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. El tudnád képzelni az életedet ebben a formában? Hát, ha ide születtem volna ilyen életben, akkor igen, de amúgy meg nehezen. De hogyha nagyon sok időt töltenék itt, akkor így el tudnám képzelni. Na, engedlek vissza dolgozni, mert biztos a segítők ezeknek örülnek, Milánék. Igen. Krisséké, mert sáros lett a cipőd neked is. Igen. Szóltunk, hogy gumicsizmában. Miért nem gumicsizmát húztál? Hát igazából, mert ez kényelmesebbnek. Azt gondoltad, hogy a kényelmes, akkor az az elsődleges szempont? Meg valahogy így kikerültem a sarat, mert azért a többieknek sokkal sarasabb. És így a szélén jöttem állandóan, nem csak tudtam kikerülni. Na mesélj, hogy tetszik a munka? A kétkezi munka? Ugye a tehénfej is az úgy elment, jó volt, tetszett.
meg az ilyen állatokhoz kapcsolódó dolgok, azokat szívesen csinálom, hogy megetetném őket, stb. Tudnál így élni? Mit gondolsz? A város életet felcserélni erre? Hát úgy lehet, hogy tudnék, hogy csak az állatokkal kell foglalkozni, de így pakolni nem. Na és milyen volt a viszonyod a kakassal? Mert volt, hogy majdnem egyszer megcsípett. Jaj, hát úgy kikerültem, először úgy megijedtem, hogy mert ugye a kakas azért nagy, ilyesmi, aztán úgy kikerültem. Csípős. Csípős. De úgy gyorsan elszaladtam, aztán jó volt. Na hát nagyon jól ment a tehénfej is, Milán. Hát, most először? Ez számomra egy teljesen új dolog volt, most sose csináltam meg ilyet, igazából tehernet szerintem ilyen közelről még nem is láttam. Uh-huh. Mint most, hát érdekes volt, nem mondom, hogy meg tudnám szokni, de jó volt egyébként kipróbálni ezt is. Melyik munka volt a legnehezebb számodra, a legnagyobb kihívás? A legnagyobb kihívás, hát szerintem a fapakolás volt az. Egy azért, mert ugye nehéz a fa, másrészt meg azért, mert egy elég nagy sártengeren kell keresztül menni oda-vissza. De egyébként se egyik se volt annyira megterhelő számomra igazából. Egy kis birtok nagy boldogság, itt nincs se gond, se gondosság. Itt nem kell más, csak egy strózsák, és alhatsz, mint a tej. A gazda itt, a gazda itt, és nem probléma egy kis lift, mert még a dalban is van lift, mert neked kis hely. Minden délben, minden este hús az asztalon, s minden, ami finom, ami jó. Ritka búza, ritka árpa, ritka alkalom, ha egy ilyen birtok eladó. Egy kis birtok, nagy boldogság, itt nincs se gond, se gondogság. Elképesztő az olcsóság, hát búsuljon a ló. Kivillant azért a szépsége is a tanyasi életnek? Igen, kivillant számomra a szépsége, mert igazából én nagyon szeretem az állatokat, és jó volt az egész igazából, de szerintem ennyi idő alatt ebben nem lehet annyira belejönni, mint rendesen. Most nem fogunk, Anikon nem fogunk röhögni. Megígérjük, nem nevetünk rajta. De ugye milyen nehéz? De az meg csak ott néz. Azért ez valljuk be, hogy nem könnyű feladat, igaz? Nem. Neked hogy ment? Hát elég nehéz volt, mert itt még mélyebb a sár, mint ott, és ugye én itt a közepén az előbb beleragadtam, és nem tudtam mit megfogni, hogy kihúzzam a lábamat, de szerencsére kijutottam egyébként. Hát ehhez kell egy gyomor is szerintem, mert azért az állatok ürülékét lapátolni nem a legkellemesebb dolog. Meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. Hát muszáj, igen. Elfáradtál? Igen. Nem ment itt azért, nehéz volt, igaz, itt a trágyát hordani a nagy sárban. Azért... Igen, az a baj, hogy hiába meg van fagyva, ugye csak a teteje van megfagyva a fölnek, és mivel a tehén kiállta már végig az egészet, ezért elég nehéz szólni benne a furikot, tehát nem megy, kicsi a kerék. És gyere, Milán, nyugodtan! Ne félj a borszerestől! Anikó se bántotta. Szóval, hogy nem könnyű feladat. El tudnád, te azért tőled nem állt távol annyira ez a munka, hát, de így 0-24-ben az év 365 napján el tudnád képzelni, hogy így tanyán élj? Az az igazság, hogy nehéz ugye, mert attól függetlenül, hogy falun lakok, ugye én is megszoktam ezt az úgymond városias életmódot, hiába vannak nekünk otthon is állatok, de másabb. Tehát az nem ennyire közeli ehhez a tanyasi élethez, mondjuk úgy. Viszont lehet, hogy ha egy pár napot eltöltenék itt, és egy kicsit megedződnék, beleedződnék ebbe az egészbe, akkor el tudnám képzelni. Neked ez az itt töltött pár óra mit tanított? Azt, hogy teljesen mindegy, hogy egy ember mivel keresi a kenyerét, miből él meg, hol él, falun, nagyvárosban, tényleg teljesen mindegy, mindenkit meg kell becsülni, mert lehet, hogyha itt ezek az emberek nem dolgoznának ilyen becsülettel, és ekkora nagy lendülettel itt, akkor mi nem tudnánk megvenni a húst a boltokban, nem tudnánk megvenni a tejet. Tehát az alapélelmiszereket sem tudnánk megvenni magunknak, úgyhogy tényleg meg kell becsülni őket. És ahogy a nők említették, Rudi bácsiék, ők két diplomásként döntöttek úgy, hogy ezt az életformát választják ráadásul. Igen, hát ki mit szeret igazából? Most lehet valaki okos, meg lehet diplomája, hogyha egyszerűen nem tetszik neki a nagyváros élet, a beton rengeteg, a bérházak, a kis helyen, szűk helyen való élet, akkor választhatja ezt, és lehet, hogy igaza is van. A legnagyobb kihívás mi volt? Hát a furikat eltolni onnan idáig. Itt az volt a legnagyobb kihívás, semmi más. Nem vagyok egy teddy, de tedd oda a férj. Ha nem. Nem vagyok egy raggy, de raggd oda a legény. Megmondhatod bárkinek, tőled van férj. Mi vajon nem vagyok valóban én.
szeretem a csendet, a rendet, a házban. Én is. A mikorszok jó legyen mindig az egyszer. Mert ha mélem bármire, bármire házna, mint egy gyűrűgen gyűvöltözés. Nem vagyok a nem ember. Sőt, nagyon szelíd vagyok, csak kitek harapok kipát. Nem vagyok a nem ember. Sőt, szelíd vagyok, ha bán, mint a filmben az oroszlán. Nem vagyok egy teddy, de tedd oda férj. Ha nem. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. No. Megmondhatod bárkinek tőle a férfi, hogy ki vagyok, nem vagyok, valóban én. Az jutott eszembe, hogy egyébként a kétkezi munka mennyire edzi a jellemet vajon? Mert hogy emlegetted, miközben dolgoztak a fiatalok, a kitartás szót többször is, tehát hogy álhatatosságot. Igen, az álhatatosság, és ugye srácok rákerestek a Google, és igen. Talán nem is találták. De meg. Mit találtál? Egy kitartó embert jellemez meg, hasonló. Szóval. Igen. Tehát ugye egy olyan kitartás, egy olyan lelkiismeretesség, egy olyan típusú embert, igazából. Egy olyan típusú embert jellemez, ami sajnos ma nem a 21. századnak az ismérve, vagy az embereinek az ismérve, de soha nem késő visszakanyarodni és rátalálni a helyes útra. Ez azért nagyon fontos, mert amikor az ember ezt megtapasztalja, akkor újra azt gondolom, hogy az őseink nyomdokába tudunk lépni, és tehát az, hogy 28. műkörmös leszek a mit tudom én melyik városban, azzal nem foglalkozik senki. És nagyon érdekes, hogy itt, amit mi csinálunk, hogy mondjam, nem egy ilyen, nem egy könnyű munka. De az emberek felfigyelnek arra, és ez nagyon furcsa, hogy egy ember a mai falusi világban falusi életet él. Tehát micsoda furcsa és kicsavarodott világban élünk, és ha ez az álhatatosság szó, ez úgy meg tud fészkelni az agyunkban, és mindegy, hogy az élet mely területére viszel minket, de ha becsülettel, kitartással tudjuk véghez vinni azt, amiben belekezdtünk, akkor ennek meg lesz a gyümölcse hosszú távon. És egyébként, amikor az ember a természet közelében van, szerintem ez itt tud igazából kiteljesedni. Nagyon szépen köszönjük, Rüdő, hogy itt lehettünk nálad, és reméljük, hogy tudtunk egy picit segíteni. Aztán a fiatalok pedig kiheverik majd ezt, és hogyha van kedvük, akkor talán majd még folytatják is, vagy jönnek még segíteni neked. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és tartsanak legközelebb is velünk. Viszontlátásra!